Ugye 87. szeptemberre lakitelek, olvassuk a Magyar Nemzetet és hallgatjuk a Szabad Európa Rádiót, abból tudunk viszonylag tájékozódni, és csatlakozni akarunk mindenféleképpen. Hihetetlen nehéz volt, hisz Tamás emlékszik, két ajánló kellett ahhoz, hogy valaki belépjen, és hát honnan a fenéből szerezzünk ajánlót, senki nem állt ki a nyilvánosság elő, hogy én MDF tag vagyok. Emlékszem szegény Réti Miklóssal még lakitelekre is elutaztunk, mondom, hol verték fel a sátrat, hogy ezt a lezsákot megkeresek, valami ajánlót adjanak nekünk, vagy mutassanak nekünk. És teljesen véletlenül derült ki, hogy több kollégánk már így egyéni akció formájában csatlakozott a Magyar Demokrata Fórumhoz, és akkor 88. januárjában meg tudtunk alakulni. Ugye megvolt a 10 fő, megalakult a szervezet. És ugye Cegléden a kórház a legnagyobb munkáltató, és ugye az egészségügynek mindig viszonylag jelentős kisugárzása volt még akkor, azóta már azért leamortizálódott. Tehát tudtunk a közönségre hatni. Viszonylag nagyon gyorsan egy olyan 120-130 fős szervezeté duzzadt a szervezet, amivel a helyi hatalom sem már nem tudott mit csinálni. Odáig ment az egész, hogy 89. március 15-én az MDF elnöke mondta a március 15-i beszédet, ünnepi beszédet, Réti Miklós, és ott bizony elhangzott ugyanúgy, hogy a ruszkik haza, tehát nem kérünk belőle, a kommunisták elszámoltatása, úgyhogy én hátulról néztem, tudom, szegény apósom az kórházban remegett, hogy mi lesz, mert tény és való, én hallottam, a rendőrkapitány ott sóhajtozott, hogy nem adtak lövési engedélyt, tehát szívesen lőttek volna. Olyan erős volt a szervezet, hogy megszerveztük 89-ben, hogy október 23-án szobrot állítottunk. Szerintem az első kettő között voltunk a városban, vagy az országban, akik emlékszobrot állítottak 56-ra, ami szintén nagyon érdekes történet, hisz a tanács, ugye, az mindenáron meg akarta akadályozni, hogy mi ott szobrot állítsunk föl. Meg volt a makett, meg volt maga a szobornak is a makettja, és nem tudtuk hol fölállítani. És jöttek zsűrizni, és Miklós szólt át, hogy ő nem tud kijönni a kórházból, menjek ki, a református templomba volt a makett fölállítva, és a képzőművészeti nem tudom milyen zsűri jött le, hogy zsűrizze a szobrot. És kimentem én, és egy nő meg egy férfi volt, és azt mondja a nő, hogy nem lehet fölállítani a szobrot. Mondom, miért nem lehet? Azt mondta, hogy nem illik a környezetbe. Mondom, miért, maga tudja, hogy hol fogjuk fölállítani, mert én még nem tudom, mert akárhol föl akartuk állítani. A VB titkár, akiből aztán utána egy másik faluba kisgazda polgármester lett, a VB titkár hát mindig azt mondta, hogy nem, és futottunk ki az időből, és végül a Lizik Zoli, a református lelkész, Tamás ismeri jól, ő mondta, hogy hát gyerekeket állítsuk föl a református templomkertbe, ott nem tudják megakadályozni. És így került fölállításra.